Békesség Isten Atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kérem, hogy Istenünk kezdetén így fönnállva a 151-es számú éneket keressük ki, a 151-es számú énekünket, és annak énekeljük el, mint a három verszakát. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallásán. Thank you.
Így rejtünk maga kell a fejünket, hagyson meg és fohászkodjunk. Áldunk és magasztalunk, Úristen, hogy közelbe engedsz bennünket, sőt, te hívsz. Te keresed velünk a kapcsolatot. És mi engedtünk a hívásnak, és itt vagyunk, és hiszük, hogy te is itt vagy. És engedd meg, hogy találkozhassunk ma veled. Amen. Olvasom az igét testvérek, hogyan szól hozzánk az Ószövetségből, a Sámuel első könyvéből a 15-től, a 15. rész 34-től a 16. résznek a 4. verséig. De nem olyan régen a csendes percek alapján volt az ige. Ezután elment Sámuel Rámába, Saul pedig hazament Saul Gibeájába. Sámuel nem is látta többé Sault holott napjáig, de bánkódott Sámuel Saul miatt, mivel megbánta az Úr, hogy Sault Izrael királyává tette. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: meddig bánkódsz még Saul miatt? Hiszen elvetettem őt, és nem maradt Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldlek a betlehemi Isaihoz, mert az ő férje közül választottam magamnak királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel, ha meghallja Saul, ne öl engem. De az Úr ezt felelte: vigyél magaddal egy üszőt, és mondd ezt: azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Azután hívd meg Isait az áldozati rakomára, én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kedd fel, akit én mondok neked. Sámuel úgy is tett, ahogyan az Úr mondta neki, ahogyan megmondta neki az Úr. Eddig az író szakasz Isten tegye áldotta az ige hallását, megértését és a munkát, amit ige által elvégez bennünk. Kérem, hogy álljunk fel és imádkozzunk. Légy áldott érte, Úr Jézus, hogy te a kereszten mindent elvégeztél, ami megváltásunkhoz, üdvösségünkhöz és a teljes életünkhöz szükséges. Áldunk és magasztalunk érte, hogy te vagy a megoldás, és nincsen más. Akkor sincsen más a világ, és talán mi magunk is sokszor máshoz fordulunk, vagy más ajánlunk, vagy más keresünk. Légy áldott érte, Krisztus, hogy te növekedsz bennünk. Légy áldott, hogy azért hívtál el, hogy egy jobban megismerhessünk téged és a benned rejlő élet teljességét. Ez egy különleges alkalom a mai, mert ebben léphetünk előre. Kérünk hát, hogy jobban megismerhessünk téged. És ezzel együtt megismerhessük önmagunkat. Olyan, hogy minden alkalommal, amikor szól az igéd, akkor magunkra ismerhetünk egy olyan másfajta nézőpontból, amiből magunktól nem volnánk képesek. Olyan jó, hogy ez mindig életet munkál, mert a lélek által történik. Így kérünk, adj most nekünk világosságot, ami sokféle sötétségeink között. Világosságot, amely túlárad rajtunk, és ami világosság örömre és életre hív, a Jézus Krisztus által. Így szentel meg és állj be bennünket, érjeteddel, vágom megváltunk. Amen. Kérem testvéreket foglalni, és a 162-es számú éneket keressük ki. A 162-es számú éneket. Szűkölködünk nagy mértékben, sejtelen nélkül, reménykedünk Örök Isten terén segítségét.
igének az első verséből, amit így olvasunk, hogy az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkodsz még Saul miatt? Meddig bánkodsz még Saul miatt? Sámuel proféta egész életére jellemző volt az, hogy tapasztalta az Isten vezetését. Mint Izrael királya vezette a népet, és érdekes módon a történelem ismétli önmagát, ugyanaz történt vele, mint ami az ő születésekor ír le a Szentírás. Éli főpappal kapcsolatban, ahova ő került, mint picin gyermek. Mint ajándék gyermek, ugye az anyukája nem volt gyermeke, imádkozott Úrhoz, kapta Sámuelt, Sámuel felállotta az Úrnak, elvitte Éli főpaphoz, és ugyanaz történt, ami aztán Sámuel. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael királyvá. Első fiának Jóér volt a neve, a másodiknak Abijá. Beérsebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték, megvesztegedésre szánt ajándékot fogadtak el, és elfelejtették az igazságot. Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába, ezt mondták neki, te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valaki királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Sámuel azonban rossz hallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk, és imádkozott Sámuel az Úrhoz, tehát megbeszélte az Úrra mindezt, neki adta át. A nép király kívánt, és király kapott. Az Úr megmutatta Sámuelnek, hogy ki legyen az. Az Úr útmutatását követve kente királyjá Sámuel Sault, és Saul jó király volt egészen addig, ameddig el nem kezdte járni a maga útját, és függetlenedte magát az Úrtól és Sámueltől. Ameddig az Úr útján járt, addig jó volt, amikor pedig a fejébe szállt a hatalom és a királyság, akkor rögtön elkezdett az egész szolgálat hanyagolni. De ez Sámuel nagyon bántotta, mert hát ő kente fel királlyá Sault, személyes felelősséget érzett iránta, és mert különben is szerette Sault, ezért azt olvassuk, hogy bánkódott Sámuel Saul miatt. Ez a néhány szó, amikor olvasom az igéből, a csendes percek alapján megütötte a fülemet. Bánkódott Sámuel Saul te kiért? Miért bánkodsz? Sokan a szüleikért bánkodnak, mert nehéz körülmények között vannak, vagy mert elváltak, mert esetleg kisiklódtak, vagy betegek lettek, magányosak, segítségre szorulók. Sokan pedig a gyermekeikért aggódnak, vagy bánkodnak, hogy nem jó úton megy az életük egy bizonytalan jövő felé. Sokan a házastársuk, meg a kapcsolatok miatt bánkódnak, és azt ismételgetik, mint Paula a Mézga családban. Mit mondott ő? Ki tudja? Így van, hogy miért is nem a Hufnagel püstéhez mentem feleségül, így van. Láttam, hogy ez egy műveltárosság. Sokan egy életen át gyötrődnek, bánkódnak az elszalasztott lehetőségeik miatt. Lett volna lehetőség tanulni, és én nem éltem vele. Lett volna, hogy megcsípjem azt az állást, és hát
éppen az interjú nem úgy csináltam, hogy kellett volna, és nem kaptam meg. Vagy más kapcsolatok miatt bánkódnak, és bánkódnak. Talán még többen vannak, akik bánkódnak elhunyt szeretteik miatt. És ameddig csak élnek, nem képesek felszabadulni a teher alól, hogy ott volt mellettem, és most nincs. Láttam egy filmet a napokban, a repülőgépen, aminek az a cím, hogy Water Diviner. Látta valaki a filmet? Érdemes megnézni, nem arra sok az igen. Érdemes megnézni a filmet, érdekes, jó film. Arról szól a film, hogy egy ausztrál farmer család az első világháború idő alatt játszik, vagy az körül játszik a film. Van három gyerekük, három fiúk, és három fiú bevonul katonának, az első világháborúról beszélünk. És Törökországba kerülnek a frontra ezek a gyerekek, a három fiú, és egyik se jön haza a frontról. És mutatja a házaspár életét, és különösen az anyát, akit ez borzasztóan, rettentő mértékben depresszívvá tesz, három egészséges fia volt, és egy sért vissza a háborúból, és néhány év múlva a dolog oda sodrik, hogy az anya öngyilkos lesz. A férfi, az apa ott marad egyedül. Se a három fia nincs, se a felesége, és eladja mindenét, és elmegy Törökországba, hogy akár élve, akár halva, megtalálja a három gyerekét. A filmnek az a vége, hogy a három gyerek közül egy túlélte a háborút, és azt megtalálja, és tárgyuk kapcsolat is. De remekül mutatja a film azt, hogy vannak emberek, akik úgy bánkódnak a szeretteik elvesztése miatt, hogy az egész életük tönkre megy bele. És megkérdezik, hogy ez jogos, és sokan azt mondják, hogy igen. Nem is lehet elképzelni másképp, hogy mégis. Konkrétan tudom a sztorit, valakinek folyadékos gyereke született, nem az első gyerek, hanem sokadik. És az egészséges, jó, harmonikus családnak vége lett. Egy életen át bánkódtak, magát hibáztatta, hogy miért is tartotta meg, miért is vállalt még egy gyereket. És az egészséges gyerekek életét is megnyomorította az egész szituáció. Egy nagyon szigorú neveltésben fölnőtt férfi házassága fokozatosan, de sajnos tartósan tökéletes. Ő semmi esetre nem akart válni, az ki volt zárva, azt nem tudta elképzelni, de a felesége elvált tőle. És őt egyfolytában ettől kezdve marcangolt a bűnvád, az öntudat, az önvád, mert önmagának és környezetének soha ettől kezdve nem tudott megfelelni. Bánkódott a tönkrement életén, és nem tudott megvigasztalódni. Marcang volt a bűnadat és a szerencsétlenség érzése. Egy abortuszon átesett nő nem sokkal az abort után képeket látott a szétmarcangolt magzatok letépett vétagjairól, és ettől kezdve csak sírt és vádolta önmagát. És csak bánkodott. Bánkódott azon, amit tett. A sorsán. Hogy került ő oda, hogy ilyet tegyen? És nem tudott megvigasztalódni, és bánkódásával ettől kezdve tönkretette az egész életét. Te miért bánkódsz? Mert Isten nem akar, hogy bánkódjon.
Isten nem akarja, hogy bánkódjunk, hanem azt, hogy felszabaduljunk. Mert Jézus Krisztus szabadító Úr. Vegyük komolyan. Szabadító Úr. Hogy ezekből megszabaduljunk. Az Isten gyermekének szabadságára. Persze az igaz, hogy az ige mondja, hogy ideje van a gyásznak. Ideje van az érzelmek feldolgozásának. Ideje van, amíg lerakjuk a terheinket Krisztus keresztje alá, harcolnak a hitnemes harcát, nem megy azonnal. Bűneinket, kudarcainkat, veszteségeinket, vívódásainkat, értetlenségünket, szeretteinket, azok életét, mindent oda kell tenni a kereszt alá, hogy tőle kapjunk békességet. Úgy fogalmazhatnám másképpen, hogy ideje van, amikor mindezek a terheket ökölbe szorított kézzel tartjuk, mert nem tudom kiengedni még, de úgy tartom, és hisám módon, de mégis ideje van annak is, amikor kinyílnak ezek az ökölbe szorított ujjak, mert átadom neki. Átadom neki. És ez az, amit egyik lelkipásztor testvérem úgy fogalmazott meg, ez egy tudomány, ez az elengedés tudománya. Az elengedés tudománya. Ez egy nagyon fontos tudomány. Mindenkinek tudnia kell, mert különben megnyomorítja az életét. Tudjuk, ha túl sokáig tartom ökölbe szorított kézzel, akkor nem tudom a kezem másra használni. Akkor úgy bekölcsönhet a kezem, úgy ökölbe, hogy már egyáltalán nem is tudom kiengedni. Pedig az Úr szeretne használni. Akkor is, ha van miért bánkódni. Attól én még Isten megváltott gyermeke maradok. Ő pedig szeretné, ha teljes lenne az életem, és nem nyomorít. Isten nem akar, hogy nyomorék életéjük. Ez nem a terve. Hanem szabad életre. Költői kérdés az, hogy olyan meddig bánkodott volna Sámuel miatt, ha az Úr nem szól neki. És mit tett, miközben bánkodott? Szerintem semmit. Mert azt tette, hogy bánkodott. Persze, van, aki más is csinál, amikor bánkodik. Mit? Például pótszerekhez nyúl. Hogy a bánkódás hát feloldja. Hogy megoldja azt, amit nem tud megoldani. Hogy elterelje a gondolatait. Hogy megoldás talán a megoldhatatlan. Annyira nyilvánvaló, olyan sokan csinálják. Búfelejtés gyanánt. Csak ez mind pótcselekvés. Azért pót, mert így próbálja a figyelmét, értelmét elterelni arról a problémáiból. Csak ez zsákutca, nem is sehova, csak lefelé. Meddig bánkodott Sámuel, az Úr embere? Meddig bánkodott? Addig bánkodott, ameddig meg nem értette világosan az Isten kijelentését. Azt pedig azért értette meg Sámuel, mert bánkódásában is az Úrhoz fordult. Mert a bánkódása nem elválasztotta Istentől, hanem még jobban ő ráfigyelt. Még jobban meg akarta érteni az Istent. Mert vele szoros élő kapcsolatban volt és maradt. Egyedül ezért olvassuk az igében azt, hogy az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek,
miért bánkódsz még Saul miatt? Akinek nincs kapcsolatban, nem tudom beszélgetni. Senkivel sem. Lehet, hogy ó, nekem jó barátom az illető, de már évek óta nem tudom az egy szót se, akkor már nem jó barátom. Akkor az, ha él a kapcsolat, ha kommunikálunk egymással, Sámuel tudott beszélni az Úrral, és megértette őt, és átvette tőle az igét. Isten tudta korrigálni, tudott belenyúlni az életébe az igény keresztül, mindig úgy teszi, mindig úgy teszi, mert figyelt rá Sámuel. Még a bánkódás közben is. Nyitott volt ő előtte. Mert testvérek, szeretném nagyon aláhúzni hangsúlyosan, hogy nem az a baj, ha bánkódunk. Ez egy teljesen természetes dolog. Mindenkinek vannak veszteségei, nehézségei, ez világos. Hanem az a baj, ha a bánkódás elborít, és nem értjük, nem érthetjük meg az Isten szavát, igéjét. Mert letompít. Mert elterem. Viszont ha megértjük az igét, akkor Isten elkezd munkálkodni bennünk. És csodát cselekszik általunk. Megváltoztat. Mi az ige? Mi az ige? Cselekvést jelentő szó. Isten cselekvését jelentő szó. Na most az a kérdés ezek után, hogy mit végzett el az ige Sámuel életében. Azt mondja az ige először is elég kemény. Hiszen, ezt mondja az ige Sámuelnek, hiszen elvetettem őt, és nem maradt Izrael király. Saul foga körömmel ragaszkodott ahhoz, hogy király legyen, ez lett a veszte. De te, Sámuel, ezen ne bánkodj, hanem szolgálj, végezd a küldetésed, ne bénítson le ez egész, meg azt, hogy bánkodsz. Kemény ige és lehet rá azt mondani, Isten milyen kegyetlen. Én azt gondolom, inkább az van benne, hogy én elvetettem Sámuelt, mint királyt. De Isten kegyelme itt volt Saul előtt. Ő nem marad az Izrael királya, mert mint király már nem alkalmas rá. De valami másképpen igen. Bár keresni, bár megtalálni. Értsd meg, Sámuel, hogy ő nem lehet tovább király. Aztán mondta az igen, azt mondta, hogy töltsd meg urajjal a sorodat, és indulj, elküldött a betlehemi isaihoz, mert az ő fény között választotta magamnak királyt. Ebben semmi homályos dolog, ez abszolút világos. Ez küldetés, indítás, feladat, sőt még Sámuel félelmeire is ad választ az Úr. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel, ha meghallja Saul, megöl engem, de az Úr ezt felelte, vigyél magaddal egy üszőt, és mondd, azért jöttem, hogy állat mutassak az Úrba, az Úrnak, aztán hívd meg isét az állat lakomára, én pedig majd tudod adom, hogy mit kell tenned, és kent fel, akit én mondok neked. Mert Isten igéje olyan új élettel, feladattal, küldetéssel tölti meg Sámuel életét, amely elveszi a bánkódást. Már nincs ideje Sámuelnek bánkódni, mert Isten indítja, motiválja, használja őt. És annyi mindent kap most, hogy már arra nincs ideje ezzel foglalkozzon. Isten felülírja Sámuel bánkódását. És ez nem értelmetlen pótcselekvés, hanem megváltott, vezetett, új élet. Ezt kine Isten az ő szeretőknek. Mi kell hozzá, hogy ez valóság legyen?
ez. Sámer úgy tett, ahogyan megmondta neki az Úr. Mert Isten együttérző, empatikus, nem akarja, hogy bele bánkódjunk, beragadjunk a bánat mocsarába, mert bizony, mint erre még a hívők is képesek. Mégpedig néha elég könnyen, mert a hívők sokszor érzékenyebbek, mint mások. Hanem azt akarja, hogy éljünk. És lelke munkája nyomán gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére, miközben lenne mind bánkódni. Majdnem azt mondom, hogy talán mindig lenne mind bánkódni. Attól függ, honnan nézzük. Élnek az Úrhoz méltóan, teljes mértében az ő tetszésére, teremetek gyümölcsök, Kolossé 1:10. Mert Isten az újrakeltés és a békesség Isten. Jézus Krisztusban bőven volna, Jézus Krisztusnak magának is bőven lett volna mind bánkódnia. Gondoljunk bele! A közvetlen családja is nem fogadta, hanem bolondnak, eszelősnek vélte. Hiába annyi csodát, annyi jót mégsem fogadták előtt. Sőt, kínálva megölték, és elszenvedte a összes bűneinket, ami fájdalmainkat hordozta, mondja Ézsaiás, hogy nekünk békességünk legyen. Sőt, azt mondja, hogy az ő sebei árán gyógyultatok meg. Az ő sebei árán gyógyultatok meg. Jézus nem bánkodott. Meggyógyulunk-e? Ott az orvos, nála az orvosság, elmegyünk-e az orvoshoz? Vagy, ha mondjuk egy merészet, vagy jól esik bánkodni? Mert vannak, akinek életformává, életstílussá lesz, megszokják. És talán nem volna már, hiányozna is nekik, hogy nincs mind bánkódni, vagy nem bánkódni. Úgy is mondhatnám, hogy Sámuel elengedte Sault. Nagyon szerintem hangsúlyozza az, hogy nem leszámolt vele. Nem közönös élet iránta, hanem rábízta arra, aki neki magának is megváltó ura. Akire Sámuel, a proféta, rábízta a maga kisiklót illető gyermekeit is, akik nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték, megvesztegedésre szánt ajándékot fogadtak el, és elfelejtették az igazságot. Mennyire fájdott ez Sámuelnek. És még erre jön Saul, akik őket királya. És mégsem bénult le Sámuel élete. Mégsem bénult le, hanem maradt gyümölcsöző, szolgáló, drága eszköze az Úrnak. Pedig egészen biztos, hogy rengeteg, sok mindent nem értett. Uram, miért az én gyerekem ilyenek? Bár lennének a tieid, hát azt tanítottam nekik, hát egész életemben erről szolgáltam, már tudják, látják rengeteg csodát, amit rajta keresztül átértem, amit prédikáltam. Uram, hát hogy? Biztos, rendes, hogy nem fájt neki. Nagyon fájt neki, amiért bánkódott. Vagy bánkódott volna. De mégis az Úrban, Krisztusban
mondom ezt újszövetségi szemléletből, Krisztusban meg tudott újulni, kapott erőt, vezetést, igét, amely vezette, igazgatta, ezek után megint és újra és megint megtapasztalást, és ez neki mind arról szólt, hogy az Isten mégis, igen, leginkább az Isten szeretet. Hadd kérdezzem meg, hogy ismered-e ezt? Ismered-e így az Urat? Most, amikor imádságban igen, hát ezt mondtam el, csak a képet később tettem hozzá. Ez az elengedés tudománya igazából. Most, amikor imádságban megállunk előtte, vajon meg neki bánkódásainkat, amelyek megkötöznek. Adjuk át neki, és figyeljük rá, hogy megérthessük és megtehessük azt a csodálatos küldetést, amire mi mind elhívottunk. Krisztus Jézusért, nem mi értünk, ő érte, az Isten dicsőségére. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk Sámuelért, a te elhívottaidért. Bár ők is nyomorú bűnös emberek voltak, de mégis lámlámat, érgalmat figyelmed, így tud átsugározni egy gyarló emberen. És így lesz világos jellé, akár Sámuel is. A te irgalmat, kegyelmed, hosszú tűrésed, a te jó akaratod, a te terveid világos jellévé. Drága Jézus, köszönjük, hogy előttünk is jártak ilyenek. És nekünk utamutattak, azért vagyunk mi is itt. Vagyunk ott, ahol vagyunk. Légy áldott értük, és áldott érte, hogy bennünket is elhívtál, megragadtál, hogy nekünk is ilyen lehessen az életünk mások előtt. Nem magunkért, hanem egyedül érted. Ezért kérünk, Urunk, hogy üresítsd meg bennünket teljesen, és töltsd meg önmagaddal, és a bánkódásaink helyébe is tedd a reménységet. Tedd a kegyelmet, az irgalmat, amelyet megtapasztalunk lépésről lépésre, ilyen minden napján, ahogy a Sámuel megtapasztalta. Tedd, Urunk Istenünk, az átélt csodákat hatalmassá a mi életünkben, hogy azok is mindegy kőszila forrásként te rámutassanak, Krisztus. Mert megváltottak vagyunk. Mert te Krisztus odaadott magad értünk, és te nem bánkodtál soha, egyetlen egyszer nincs ebben a Bibliában. Hanem szerettél, szolgáltál, és a küldetést végezted egészen a végig. Míg haza nem értél, ahol nekünk helyet készítettél, hogy mi is oda tartsunk. És így tudjunk bánkódás helyett neked szentelt élettel, reménységgel, hozzád hűen, örömmel szolgál. És olyan jó, hogy mindaz, amiért bánkódnánk, azt mind oda lehet helyezni a te kezedbe, a te kereted alá. És ott van jó helyen. Mert ahogyan ránk, úgy tudjuk, hogy rájuk is, mert minden más dologra neked gondod van. És hogy mire adottunk el a mi bűneink, nyomorúságaink miatt, azt a kegyelmet fedezi be. És amit nem értünk, miért történik, arra megvan már a válasz. Csak mi még nem értjük. Nem tudjuk. Így szentelj meg és használj bennünket, kérjük, Urunk. A családban, a munkahelyen, a barátok között, a gyülekezetben, különösképpen. Állunk és magasztalunk a szolgáló gyülekezetért. Urunk, olyan jó ez így. Növelj bennünk.
tapasztalást. Eredőbb szeretet kapcsolatot veled és egymással. Növekedhessünk, Uram. És élhessünk. A te dicsőségedre. És így, ahogy mondtuk is már imádságban, elért hozzuk mindazt, ami ott van a szívünkben. Bizony, hogy imádkódásainkat is. Mert van. A jövőt veszed most is. Oda tesszük te eléd, Jézus. A gyereket, a betegséget, a nehézséget, a fájdalmat, a nyugi kiutalanságot, és ki tudja, hogy minden mást. És kérjük, Urunk, hogy vedd át, és mutass utat. Vagy küldeti szolgálatod irányt a te nevedért. Így hozunk eléd betegeinket, megfáradtainkat. Így hozunk eléd a te szabadon a sovárgó világot, és a munkásokat, akik talán már megfáradtak, vagy nehezek a igét, Urunk Istenünk, kérlek, hogy mindannyiunkat használj, és még sokat másokat indíts a szolgálatba, mert a munka sok, a munkás kevés. Így kérünk különösképpen, és imádkozunk kitartóan a háradértelt üldözést szenvedő keresztényekért, a nevedért. Erős meg őket és az ő vidasajterüket. Lehessenek élők, és lehessen életátok. És kérünk, Urunk, végezetül, hogy te folytasd az imádságot, és te erősítsd meg az imádságot, mindunkban van bennünk. Az élő kapcsolatot te veled, hogy mint apa és gyermek, lehessen ilyen a viszony veled, ami drága megváltunk, Jézus Krisztuson keresztül. A Szentlélek munkája nyomán, most is örök örökké. Amen. Kérem, álljunk fel és mondjuk el számomra az új imádságot. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáld meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És nem minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség mind örökké. Amen. Kérem, testnek helyet állítanak. Ma délután még megtekinthető a Magyar Házban a Örkény István Tóték című darabja, amelyről sok jót hallottam már, és aki nem látta, kérem, hogy menjen és nézzük meg együtt a darabot a Magyar Házban. November 25-én tartja a gyülekezet éves őszi-téli bazárját. Nagyon-nagyon szeretném innen is megköszönni azoknak a sokaknak az álló szolgálatát, akik a bazárban eddig is sokat tettek. Készen van a vejlé, készen van a pogácsa és a finom lett. Legalábbis a belé kosolt, az nagyon finom, és nagyon köszönjük a munkának, a szolgálatterületnek. És akinek még tovább is vannak szolgálni, mindenkinek köszönjük szépen. Kérjük, hogy adjál tovább a hírt, és urak és kolbászedést és kukácsos érdemeset fölvenni, illetve lesz még a héten sok munka, nem tudom, megvan minden csapat, megvan már? Nagyon köszönjük. Aki még segítséget tud ajánlani, köszönöm szeretettel és örömmel veszek. Jövő héten vasárnap magyarul ez tisztú idő közül is, mindenki figyelembe helyezem. Aztán Vadászpál, aztán pedig Mikulás, Leszter, sok minden itt vannak, leírva nem olvasom föl őket. Kérem, olvassák el mindezeket a dolgokat, ami fontos és lényeges. Egy fényképen van viszont, ez a fénykép.
Ez pedig, akit keresztelünk a idősebbik nemrégiben a templomban, ő Jakab Lóránt, és a kicsi Jakab Lóránt és Gyöngyi gyermeke, Liliana Flóra, ő született, ő pedig Levente, tehát Jakab Lóránt gyermeke Jakab Levente, és a pici baba pedig, aki nemrégiben született, az Flóra, Liliana, és én a család is anya vagyok. Nem írtam most be, de kérem, gondoljuk, törjék rendet tovább is imádságban. Ővel a motorbaleset történt, és mindig korátban van, és még a ott lesz, kérem, hogy imádkozzunk érte, és keresünk fel egy kapcsolatot, amire lehetséges. December 7-én lesz legközelebb Hastings-i szolgálat. Kérem, hogy aki tud, vegyen részt a szolgálatban és a munkában. Röviden beszámolok arról csak két szóban, hogy jártam Magyarországon ezen a konferencián. Érdekes volt részt venni rajta. 180-an jöttek a világ minden tájáról, képviselve a nem is tudom, 2 milliós magyarságot. Csak 1,5 millió az, aki Amerikában jelen tartva, hogy 1,5 millió magyar él USA-ban. Ezen egy része már nem igazán tartja magyarságát, de ennyi van nyilván tartva. Én azt hiszem 300 000 körül van Kanadában. És a többi Ausztrália és a világ minden más része, a Dél-Amerikában is voltak. 180 voltunk tehát képviselve a világon a szétszakadt magyarságot. És az egészen biztos, hogy nagyon sok mindent igyekszik tenni a magyar kormány annak érdekében, hogy a magyarságot érdemben tartsa, kapcsolatot tartsa a magyarsággal kint, akik külföldön is élnek. Próbálják segíteni arra a magyarságot, hogy ha lehet, menjen vissza. Ha lehet, akkor ha van lehetősége rá, akkor investálj Magyarországon be mindenképpen, de mindenképpen arra is, hogy persze megtartsa magyarságát is. Mindegy Magyarország nagyköveteként munkálkodjon ott, ahol van, és maradjon magyar bár is bármelyen a világban. Érdekes volt részt venni, és megtudtam sok mindent, sok minden információt. Ha bárkit érdekel, bárki szívesen elmondom a részleket is. Most itt csak ennyit erről a hazamenetelemből. Most pedig adózásra kerüljön sor, jobban, mint kapni. A jövőkedvő adózó szerepés megállja az Isten. Kollár Zoltán és Német Zoltán kijelölt szolgálatos ma. Kollár Zoltánban nincsen, közöttünk Zoltán, Mári Zoltán itt van. Ezért megkérem Sinka Istvánt, hogy végül a szolgálatot. Bizony, megvalljuk neked, Urunk, hogy bánkódásunk tárgya sokszor éppen az, amit a testvéreim a kezükben tartanak. Urunk, Istenünk mégis átjövőz neked, és kérünk, hogy a bánkódás helyett törzs meg szolgálattal, rendülettel, akarással, és te mozgass, te formálj bennünket, és te mozgass a mi anyagi javainkat is. Az első valóban te dicsőségedre áldott és áldás, amit tőled kaptunk, és neked ajánlom fel újra. Köszönjük. Ámen. Kérem testnek kell foglalni. És keresünk ki a záróanyagunkat, a 464-es számú éneket. A 464-es számú éneket keresünk ki. A 464-es számének
Hű Jézusom kezébe teszem kezem belé. Énekeljük el mind a három percet. Fordítsa az Úr az orcáját rád, és adjon te néked.